mit szabad és mit tilos enni új évkor. Egy szerencsés közel 36 millió forintot nyert a Luxorban. Kraszkó Zita, a Szerencse Szombat új műsorvezetője. Szerencsés napot kívánunk, ez a Szerencse Híradó. Sok hiedelem kapcsolódik az újévi étkezési szokásokhoz. Ma ezekről beszélgetünk kicsit, és Lilivel elkészítjük a legalábbis számunkra tökéletes újévi menüt. Itt Szokolya községben fogunk játszani két szerencséssel, akik elvihetik a kezemben látható összes sorsélycsomagot, feltéve, ha tudják a választ Géza kérdéseire. Játszanak velünk önök is, figyeljék a szerencse szóbetűit a képernyő jobb felső sarkában. Kezdjünk! Toi tu pensais rendez-vous au prochain règlement. Itt vagyunk első játékosunk, Anita, szia Anita. Szia. Mit szoktál szilveszterkor az asztalra tenni, mit főzöl? Lencse főzeléket. Mi a célod a lencsével? Nagyon pénzem. Sok pénz. Igen, igen, erre voltam kíváncsi. Lili, mondd el a szabályokat Anitának. Géza, 5 kérdést tesz fel 50 másodperccel, hogyha helyesen válaszolsz, már is egy ilyen sorsélycsomagot nyersz. Hogyha passzolsz, akkor a kérdéssor végén visszatérhetünk a passzolt kérdésre, persze, hogyha még marad idő. Mi indíts az órát? Indítom. Melyik járásban található Szokolya község? Szobi. Egy jó járásban. Melyik névnapot nem december 27-én ünnepeljük, a János vagy a Mihály névnapot? Mihály. Két jó válasz. Melyik nem egy sorsjegy elnevezés? A szerencse malac, a szerencse naptár vagy a szerencse pénz? Szerencse pénz. Három jó válasz. Mi a címe a Duna Televízió 2019-ben is induló dalválasztó showjának? A dal vagy a zene? Dal. Négy jó válasz. Sorolj föl legalább három olyan összetett szót, amelyben szerepel a szerencse. Szerencse. Kerék. Szerencse kerék. Szerencse. Alatt. Szerencse alatt. Szerencse pénz. Gratulálunk, Peti. Köszönöm. Köszönöm szépen. A játék után lássuk az elmúlt hét nap nyeremény híreit. Az ötös lotton 27 darab négyes volt. Ez a nyertesek számára fejenként több mint 2.019.000 forintot jelent. A hatos lotton a 43 darab öt találatos tulajdonosai több mint 344.000 forintot vihetnek haza. A skandináv lotton a 67 darab hatos találat 240.115 forintot ér. A Jokeren két szerencsés gazdagodott több mint 14.252.000 forinttal. A Luxorban a jackpot tulajdonosa több mint 35.669.000 forintot vihet haza. A Totón 6 szerencsés találta el 13 plusz 1 meccs végeredményét. Nyereményük 814.415 forint fejenként. Az Eurojackpoton 4 darab 5 plusz 1-es született, és volt egy magyarországi nyertes szelvény is. A tulajdonosok bruttó közel 427.000 euróval gazdagodtak fejenként. Múlt heti szerencse szavunk a barát volt. Eheti helyes megfejtőnk Ábrahám Éva abonyi játékosunk, aki a Szerencsejáték ZRT jóvoltából 10 darab sorsélycsomaggal gazdagodott 10.000 forint értékben. Gratulálunk! A magyar hagyományok szerint egyáltalán nem mindegy, hogy mit fogyasztunk új évkor. Bizonyos ételek tiltó listára kerültek, míg más ételekhez szerencsét, bőséget társítunk. Ma mi is megpróbáljuk elkészíteni a számunkra legszerencsésebb újévi menüt, és közben beszélgetünk ezekről a hiedelmekről. Nem árulunk zsákba macskát a nézőknek, mi a két klasszikust fogjuk elkészíteni Lilivel, lencseleves, illetve csülök, amely azért kimondottan ajánlott új évkor, hiszen, mint tudjuk, a malac szerencsét hoz. Egyrészt az orrával előre mutat, az új évet vetíti elénk, illetve kikotorja a földből a szerencsét, illetve hát a bőséget is jelenti, hiszen egy jól megtermett malacka azért úgy egy bőséges látvány nyújt. Malacot tehát igen, szárnyast azonban nem érdemes fogyasztani új évkor. Úgy tartják, azok elrepülnek a szerencsével, és a kapargatásukkal szétkaparják a szerencsét. A vadak a hiedelem szerint elfutnak a szerencsével, a rákok pedig visszafelé haladnak, így belőlük sem érdemes enni ilyenkor. Második összetevője, a hagyma. Mint minden jó magyaros szaftos ételnek, legyen szó levestől, pörköltől, gulyásról, akármi, hagyma. Megvárjuk, míg a kellő zsírmennyiség teljesen felolvad. Lili, ez jó, ez hasznos. Jó, Géza, akkor légy szíves, apránként adagold bele a hagymát. Nagyon ügyes mozdulatokkal csinálod, Lili. Jó. Azért főzünk lencselevest,
Mert például az apró szemű lencse az embereket a pénzérmékre emlékezteti. Valóban. És azt gondolják, hogy ebből... hasonlítanak. Igen. Ezeket már nagyon kivonták a forgalomból. És hogyha ebből sokat esznek szilveszter éjszakáján, illetve éjfélkor, akkor nagyon gazdagok lesznek. És képzeld el, hogy legyen mi így mezőtúron azt szoktuk csinálni, hogy a zsebünkbe is rakunk lencsét, és akkor az egész éjszakát így töltjük el, és akkor azt gondoljuk, hogy még gazdagabb lesz. És működik a rendszer? Igen. A magyar hagyományok szerint a hallal elúszik a szerencse, így ritkán fogyasztják új évkor. Bizonyos országokban azonban kimondottan szerencsésnek tartják a halfogyasztását ebben az időszakban, mert szerintük annyi pénzed legyen, ahány pikkelye van a halnak. Ha már a hiedelmeknél tartunk, az asztalnál pedig arra érdemes odafigyelnünk, hogy akkor sem szabad kitörölni a tányér aljáról az utolsó falatot, ha nagyon ízlett a menü. A hagyomány szerint ugyanis a tányéron hagyott maradék segít abban, hogy a következő évben is mindig legyen az asztalon valami. Második szerencsés játékosunk, Milán. Szia, Milán! Sziasztok! Áruld el a nézőknek, hogy mivel is foglalkozol. Én kerületvezető erdész vagyok és hivatásos vadász. Szabályokat akkor ismered, felkészültél? Igen. Lili, indítsd az órát. Indítom. 2018-ban hanyadik alkalommal nyerte el a Szerencsejáték ZRT nagyvállalati kategóriában a Magyarország legjobb munkahelye minősítést? Első vagy második alkalom? Második. Egy jó válasz. Mi a címe Charles Darwin természettudós főművének? A fajok eredete vagy a természettudományi enciklopédia? A fajok eredete. Két jó válasz. Mi a neve a Szokolya községen áthaladó kisvasútnak? Királyréti erdei vasút. Tökéletes, három jó válasz. Melyik műsorvezetőt váltotta a Szerencse Szombat című műsorban? Kraszkó Zita, Mákkatát vagy Kisorsi? Mákkatát. Négy jó válasz. Mondd el a malacszó legalább három szinonimáját, ezt neked tudnod kell. Disznós erdés hízó. Ennyi, hát ez egy tökéletes megfejtés volt. Öt jó válasz, Milán, gratulálunk. Gratulálunk, hogy mind a tiéd. Így legyen szerencséd a 2019-es évben. Köszönöm szépen. Most pedig térjünk vissza a szerencse szóhoz. Mai megfejtésünk a fiatal sertés egyik elnevezése. Remélem, hogy tudtam segíteni. Ez alkalommal 10 darab sorsi csomagért játszhatnak. Mai játékosaink ennyi helyes választottak. A jó válasz címükkel együtt vasárnap éjfélig küldjék el nekünk a szerencsehíradókokat szerencsejáték.hu e-mail címre. Decemberben váltotta a Szerencse Szombat várandós műsorvezetőjét, Mák Katát, Kraszkó Zita. Zitát az új feladatról és saját szerencse történeteiről kérdeztük. A Szerencse Szombat ma esti házigazdája, Kraszkó Zita és Harsányi Levente. Ez egy régi, nagymúltú műsor, amiért azért nekem úgy megdobbant a szívem, hogy egy ilyen lottó családba bekerülni, az milyen megtisztelő. De pont a technikai része az, ami nagyon kötött. Ugye a sorsolásnak megvan a menete, amit a nézők el is várnak, hogy mindig minden ugyanúgy történjen. Úgyhogy ez volt benne a kihívás, hogy ezt megtanuljam, és ezt ne téveszem el. Harsányi Leventével ugye régóta működünk együtt, és Kovács Áronnal is olyan volt, mintha mindig is ismertük volna egymást, úgyhogy az valóban, az már az élmény része. De azért ezt egy hosszas próbafolyamat előzte meg, és úgy volt itt beépülni, vagy megismerkedni, vagy elfogadtatni magam, de úgy érzem, hogy nem ment nehezen, úgyhogy nagyon szívesen jövök. Minden rendben? Te, én is abszolút kaptam, te is kaptam. Kellene még nekünk egy nyerőszám, nem? Nem nekünk, szerintem a nézőknek nagyon. Úgyhogy jön a soron következő, egyben az ötödik. Nekem egyszer egy indiai jógi azt mondta, hogy ne erőlködjek, én sose fogok nyerni semmit, és tényleg soha nem nyertem semmit. Tehát egyetlen egyszer húztak ki engem egy kalapból, amikor az volt a kérdés, hogy a Zizi Laborból ki legyen az osztályból, Janicsák István, akkor engem húztak, életem Janicsák István, de nem nyertem még soha semmit, kivéve azóta, hogy elkezdtem itt dolgozni. Levente mondta, hogy most fog megjönni a szerencséd. Ugye a Magyarország szeretlegben is mindig ő nyert. És most nyertem, képzeld el, 1340 forintot életemben először, úgyhogy remélem, hogy ez a széria folytatódik. Amióta műsort vezetek itt, azóta én is játszom. A legnagyobb szerencse az, hogy én élő műsort vezethetek. Ugye a balatoni nyárnak a nyár végével szintén vége van, és az mindig olyan rossz érzés, hogy hú, mi lesz a következő kihívás. Úgyhogy nekem ez a legnagyobb szerencse, hogy én itt lehetek. Kedves nézőink, köszönjük, hogy idén is velünk tartottak. Műsorainkat újra nézhetik a mediaclick.hu weboldalon. A Szerencsejáték ZRT-t követhetik a közösségi oldalakon, a Facebookon, Instagramon és YouTube-on. A Szerencsehíradó stábja nevében nagyon boldog új évet kívánok Önöknek, tartsanak velünk jövőre is! Viszontlátásra! Viszontlátásra!